Átfóliáztam ezt az ajtókeretet, ilyen sötétbarna lett, mindjárt mutatom, hogy hogyan történt, de addig is elmondom, hogy van egy másik videónk egy másik módszerről, ott látszik ugyan keresztben ilyen illesztés két helyen is, de senki másnak nem tűnik fel, csak én tudom. Ezt a felső részt fogom először is megcsinálni, mind a két módszerrel ugyanúgy kell, lemérem a fóliázandó felületeket, és ennek megfelelően vágtam egy 15x100 cm-es darabot egy fahatású fóliából. A szélessége azért lett ekkora, mert 90 centis az ajtó, keret, és egy picit ráhagytam, a magasságánál pedig látni fogod, hogy ennyit vett fel, amikor így összeadogattam az egyes részeket. Amikor átsimítottam, akkor itt rögtön bevágtam függőlegesen az első sarokig, és hogyha ezt megcsinálod, akkor utána már ez egy behajtható felület lesz. Kézzel leszoktam így élezni, hogy lássam rögtön, hogy hol fut az él, és utána én kézzel szoktam így behajtani. Mindig középről indulok, mert akkor van a legkisebb hiba lehetőségem, hogyha az egyik oldalról indulnék, akkor ott sokkal könnyebben előfordul, hogy elcsúszik az egész. Utána a simítót is így betologatom, teljesen a sarkokhoz. Látod, hogy amikor betolom, még egyet úgy húz a fólián, tehát mindig van még olyan kicsi rész, amit be lehet oda tolni. Aztán itt már is rá lehet simítani a második kis lépcsőre a fóliát. Ha ez megvan, akkor ezt is bevágom függőlegesen a sarokig. Látod, hogy bal kézzel fogom közben, kifeszítem a levegőben lógó fóliát. A jobb oldalt is megcsináltam ugyanezt a vágást, és akkor ugye megint be lehet így hajtani. A simítóval betologatom, és utána az egészet átsimítom. És akkor így már elérkeztünk a harmadik ilyen lépcsőhöz, arra is elsimítom, és itt is bevágom a sarokig mind a két oldalon, akkor ugye behajtható, és be tudom simítani. Így néz ki szemből. Mindjárt mutatom, hogy oldalról mit is látsz. Mert ott azok a részek még nincsenek fóliázva. A következő, hogy megkeresem a sarkokat, és egy 2 mm-rel lejjebb végzek egy-egy vágást mind a három lépcsőn, és lehúzom ezeket a fóliákat, ezek nem fognak kelleni. Másik oldalt is megcsináltam, és jöhet az oldalsó rész. Ezt ugye hosszanti csíkokból fogom megcsinálni. Az elsőhöz én egy 7 cm széles, 2 méter hosszú csíkot vágtam. Úgy illesztem oda, hogy felül és oldalt is legyen ráhagyás. Ugye a bal oldalról beszélünk, mert ez kiáll a csempétől ez a farész, és be kell majd hajtani. Meg az sem baj, hogyha egy picit átmegy a fólia a csempére. Itt hajlamos arra, hogy mikor ide már leérsz, akkor egy kicsit olyan ferdén megy, de nem kell aggódni, hanem ilyenkor nyugodtan vedd le akár az egészet, és illeszd vissza újra. Azután itt is megkeresem a sarkot, és most egy vízszintes bevágást végzek. Alul is megcsinálom, és akkor itt is be tudom hajtani. Megint középről indulok, az élezés után kézzel hajtogatom először. Nem szabad erősen tolni a simítót, mert ilyen sérülések keletkezhetnek. Ezért van az, hogy először kézzel, aztán ugye neki tologatom, és csak utána simítom. Ott látsz olyan kis ráncokat a behajtott részen, azokat is nagyon szépen el lehet tüntetni a simítóval. Ilyen apró, vízszintes mozdulatokat végzek, de majd mutatom a másik oldalon, eddig ez ilyen. És a másik oldalon ugyanígy megcsinálom, ugyanekkorát vágtam. A helyére illesztem, átsimítom, megkeresem a sarkot, végzek egy vízszintes meccést alul is, leélezem kézzel, behajtom kézzel, középről indulva,
Látod, hogy bal kézzel húzom erősen, és jobbal behajtom, így lesz szép feszes, elvágólagos az egész, illetve nyilván attól, hogyha még a simítóval is átmegyek rajta. És látod, hogy ami kimaradt pici rész, ugye a következő felületre, ott vannak azok a pici ráncok. Ezeket is tök simán el lehet tüntetni, ezek azok, amihez úgy nekiérinted a simítót, mindig a puha oldalával dolgozunk itt egyébként, és ilyen apró, viszintes mozdulatokkal el fogod tudni tüntetni, de mindjárt mutatom azt is. Van, amikor így oda kap a fólia, és úgy ragadod a már az új részre, hogy a sarkokban nem ment be teljesen. Ott nyugodtan fogd meg, húzd ki, igazítsd be újra. Nagyon jól alakítható ez a fólia, és tulajdonképpen ilyenkor majdhogy nem bármit megtehetsz vele, mert tényleg visszaszedhető, nem fog megnyúlni, nem lesz vele semmi különösebb gondod. Ez egy DC Fix fólia a tapétakarnistól, és azt is javaslom, hogy ha lehet, akkor DC Fix-et választatok, vagy vaníliát, ezt Gecko Fix-nek is nevezik. A többi fólia nekem nagyon vékony. Itt a jobb oldalon behajtom ugye a csempe felőli szélre is, ott is jó erősen neki kell tolni. Eddig ilyen. Ide fog kerülni a következő csík. Ehhez is lemértem a felületeket, nekem ide is egy 7 centiszer 2 méteres kellett nyilván. Te majd megnézed a saját ajtódat, és akkor annak megfelelően adogatod össze, hogy mekkora részekkel tudod befedni. Én azt javaslom, hogy mindig számolj rá azért 1-2 centi ráhagyást. Ott volt egy ránc, az mindig akkor van, hogyha lefelé már olyan ferdén menne a fólia. Itt azért tudsz könnyen éleszteni, mert tudod, itt áthajtottuk a fóliát erre az alapra is, és hogyha valahol nem fedné, akkor ott van alatta a másik, és úgy sem fog látszódni. Tehát olyan gyönyörűen lehet illeszteni ezeket a falrezetes tapétákat, hogy senki nem fogja látni, észrevenni, hogyha ott nem ez a csík van, hanem a másik kandikál ki alóla, remélem érthetően mondtam. Itt már ugye megint ott tartok, hogy középről behajtottam. Van egy kis felesleg, de itt fönt is van, úgyhogy most ezekkel foglalkozunk, ezeket levágom, illetve itt még mind a három lépcső saroktól sarokig bemetszek, és akkor itt is le tudom szedni ezeket a feleslegeket, és ilyen kis gyárinak néz ki az egész. Fontos szerintem, hogy így tartsd a simítót, ahogy én, mert így látod, hogy hol kell vágni. Ezen a részen pedig csak a pengét végig toljuk, és úgy lejön a felesleg. Ide a másik oldalra is egy 7x200-as csík kerül. Ugye itt könnyen be lehet illeszteni, mert ott fönt megvan a sarok, a helye. Simítom, élezem, kitapintom a sarkot, viszintesen készítek egy bevágást fönt és lent is, és középről indulva kézzel megint behajtom. Bal kézzel feszesen eltartom, jobb kézzel a helyére tolom. Tényleg egyébként annyira egyszerű, hogy bárki mindenféle kézügyesség nélkül is meg tudja csinálni. Látod, hogy kis darabokkal dolgozom, és egyszerűek a mozdulatok. Kis ráncokat itt is simítóval elsimítom. A pengét a keretre fektetve vágtam le itt a felesleget. Így. Így néz ki most. Itt, hogyha még ráncos fölül, akkor nyugodtan húzd vissza, és a simítóval simítsd vissza. Ez a simító az csodákra képes, tényleg, amiről nem is gondolnád, hogy elsimítja, azt is megcsinálja. Ebbe a videóba ennyi fért, de nézd meg a folytatást a többiért.